E felvételek alapján azt is mondhatnánk kezes bárányok, ám az igazsághoz hozzátartozik, hogy a sünöknek nem a tekintetük a legszúrósabb. Ezeket a védett kis állatokat a harmadik kerületi önkormányzat is a védelmébe vette a most indított sün- és madárvédelmi programja keretében. Létrehoztunk egy sünvonalat, amelyet az online térben is elérhetővé teszünk. Az állatvédelmi járőrünk minden esetben, ahol sünészlelés történik, a legrövidebb idő alatt kimegy, és abban az esetben, hogyha teljesen egészséges sünt talál, akkor a mögöttünk kialakított területen lévő sün menedékekbe szállítjuk a kis állatokat. Pontosan azért, hogy egy tervezett, átépített és a sünök élethelyéről kialakított területen tudjanak telelni, ahol senki nem háborítja őket. A közterületfelügyelet munkatársai és az állatvédelmi szakemberek a Hadrianus utca és a Királyok útja kereszteződésénél lévő erdős területen alakítottak ki megfelelő feltételeket a sünteleltetéshez. Az egészséges tüskés hátúak ide kerülnek, a túl gyenge vagy sérült állatokat viszont a kerület és a fővárosi állatkert együttműködéséből fakadóan az állatkerti sün ispotályba viszik. Ma már ott tartunk, hogy évente 1500 és 2000 között van azoknak a mentett állatoknak, ezek ugye mind Magyarországon őshonos, vadon élő, védett vagy fokozottan védett állatfajok, olyan egyedei, akik emberi segítségre szorulnak valamilyen ok miatt, tehát fészekből kiesett madárfiókák, elárvult kismókusok, telelésben megzavart denevérek, sérült sünök, törösszárnyú gólyák, mérgezett sasok, és hát hosszan lehetne sorolni. Ugye ha csak a tavalyi évet nézzük, mert ez a legutóbbi egész év, amiről statisztikailag beszámolhatok, akkor a tavalyi évben 1807 mentett állat került be hozzánk, ez 108 különböző fajhoz tartozott, de egyébként a legnagyobb számban bekerülő állatfaj, még úgyis, hogy az összes bekerülő állatnak több mint a fele az madár, de a legnagyobb számban bekerülő állatfaj az a sün, tavaly több mint 350 mentes süné került be hozzánk, és hát úgy látjuk, hogy idén még ennél is több lesz. A sünök számára előkészített erdős területen a madarak könnyebb telelését is segíti az önkormányzat programja, amelyet a Madártani Egyesület szakmai segítségével állítottak össze. A környező iskolák bevonásával és segítségével több madáretetőt helyezünk ki, és kérjük az iskolák munkatársait és tanulóit, hogy gondoskodjanak a madarak etetéséről, de természetesen erre mi is minden segítséget megadunk, ha bármilyen igény felmerül. De hogy követhető is legyen mindenki számára, ezért az etetőkhöz kamerákat fogunk kihelyezni. A madár megfigyelő kamerák képeit az obuda.hu oldalon is megnézhetik majd a természetkedvelők.